nehéz. Nehéz mit mondani arra, nem? Amikor egy ilyen gyerekbántalmazós botrány van. Kis írtad Facebookra, hogy ezt kéred, hogy ne csinálják. Aha, kértem, és látod, ennyire hallgatnak rám. A K-Endre ügy, Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán lemondása, majd Magyar Péter nyilatkozata sosem látott közfelháborodást okozott, és hatalmas zavart a nemzeti együttműködések rendszerébe. Ennek adnak ma hangot az internetes influencerek itt a Hősök terén. Így, hogy az utóbbi egy hét eseményeiben résztvevő politikusok mind lemondtak, ön szerint mi a tüntetés célja? Nem feltétlenül az, hogy most politikusok lemondjanak, hanem az, hogy változzon ez a világ. Hogy ti fiatalok már egy olyan világban tudjatok fölnőni, olyan világban legyetek felnőttek, ahol szerettek élni. Hát leginkább az, hogy ne legyenek már pedofilok itt, hát könyörgöm. Meg hogy Novák Katalin ugye most pedofiloknak ad kegyelmet. Tehát ez gyermekvédelmi tüntetés? Hát az is egyébként, meg alapvetően az, hogy unblock bűnözők ne lehessenek kegyelemben részesítve. Most, hogy itt vagyunk, nem a baloldali, jobboldali politikát erősítve, csak és kizárólag a gyerekek biztonságát. Nem akarok háborút, nem akarok csatát sem vívni. Hiszem, hogy az ember felfejlődik egy bizonyos szintre, magasabb módszerei vannak akarata érvényesítésére, vagy nézeteltéréseinek elsimítására. Nem azt akarom mondani, hogy na most lett rés a pajzson, mosoljunk apát, kaszát és harcoljunk, mert nem ez kell. Legalábbis most még nem. A tüntetésből kihagyják a politikai pártokat, de még a civil szervezeteket is. Vajon megéri ez nekik? Miért érte meg nektek kihagyni a pártokat és a civil szervezeteket a tüntetésből? Hát ne haragudj, ez egy olyan tüntetés volt, amit alapvetően az áldozatok érdekében szerveztünk, és rájuk akartuk irányítani a figyelmet, most pedig azért gyűjtünk, hogy egy-egykori, oda tudod bele, egy-egykori áldozat, aki jelenleg hajléktalanságban él, végre biztos lakhatás körülmények közé kerüljön. Én nagyon helyesnek tartom azt, hogy itt nem egyik vagy másik párt, egyik vagy másik mozgalom, hanem egy teljes társadalmi megmozdulásnak lehetünk részesei. Tökéletesen egyetértek a döntéssel, ugyanis szerintem a pártok igazából csak szétszakítják ilyen téren az embereket. Úgyhogy én ennek örülök. Mondta is a nem tudom már ki, hogy nincsenek pártzászlók, és ennek örül. Én is örülök. Helyesnek tartom. Tehát a politikai pártok, azok nem azt mondom, hogy ne támogassák, de ne ezen a formában. Mit gondolsz? Céltért a tüntetés? Elégedett vagy? Hát ez majd akkor derül ki, hogyha azt meglátjuk, hogy mit fog ez hozni a következő napokban, mert ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy érezze a társadalmi nyomást minden döntéshozó. Hogy ebbe a kérdésbe ezt nem lehet eltussolni, ezt nem lehet így elkenni, elsinkofálni, hanem itt meg kell hozni ezeket a lépéseket, amiket nem pontosan mi tudjuk, hogy mi az, ezeket őnekik kell tudniuk, ők rálátnak ezekre az állami rendszerekre, megszavaztuk őket, fizetjük őket, hozzák rendbe. Igen, egy csomó mindent összegyűjtöttünk, amit szerettünk volna, úgyhogy én elégedett vagyok. Most éppen azt látjuk, hogy a tüntetők próbálnak betörni a Lendvai utcába, ahol a Fidesz székház található. Hát. Nem képzeli, itt a járdán állok. Maga nem szólhat rám egy büdös szót sem. Hogy bírja ezt a hatalmat? A tömeg! Jöjjön a tömeg! Jöjjön a tömeg! Jöjjön a tömeg! Mi a véleményed arról, ami most ott a Lendvai utcánál történik? Verekedés provokálnak a tüntetőknek egy része. Nem kontraproduktív ez a tüntetésre nézve? De az. Ezért is hívtuk fel egy csomószor a figyelmet, hogy mindenki békésen menjen el, mert különben csak témát szolgáltatnak annak, hogy lejárassák ezt az egész megmozdulást, és nem tudom, hogy mit lehet, felhívtuk rá csomószor a figyelmet, és nem tudom, hogy vagy nem érdeklik őket, vagy direkt balhét akar. Az nem túl jó. Hiszen te ki is írtad Facebookra, hogy ezt kéred, hogy ne csinálják. Aha, kértem, és látod, ennyire hallgatnak rám.